Ezek a képsorok a 48. kék szalag vitorlás nagydíjon készültek, ami Európa leghosszabb és egyben legrégebbi tókerülő versenye. A résztvevők egyszerre küzdenek az ellenfelekkel és az elemek kihívásaival. A verseny próbára teszi a vitorlázni tudást, a kitartást és az akaraterőt. A partról nézve csak annyi látszik, hogy tucatnyi vitorlás szeli a habokat, belülről azért másképp néz ki a verseny. Na, 2016-ban 481 hajón 2500 versenyző vágott neki a Kékszalag Balatonfüredtől Balatonfüredig tartó 155 kilométeres távjának, melyet 48 órán belül kellett teljesíteni. A nevezők között idén is ott volt Vitinkov Tamás budaörs polgármestere, aki harmad magával, Molnár Csabával és Géci Tamással közösen a Limi nevű több mint 30 esztendős hajófedélzetén vállalta a megmérettetést. Csütörtök reggel, 8 óra van. Nagy a sürgés forgás a Balatonfüredi kikötőben, hiszen 1 óra múlva kezdődik a kék szalag rajtja. A múlón találkoztunk Vitinkov Tamással, aki az utolsó simításokat végezte hajóján. Hát a széllel nem lesz probléma, talán egy kicsit sok is lesz, remélem, hogy az eső eláll, ami itt éjszaka volt, az egészen elképesztő. Csomó hajóban mindenféle károk is keletkeztek, szerencsére úgy tűnik, hogy a miénk az megúszta. Nem mondom, hogy izgalommentes lesz, legalább most aki ezt nyomon követi, az rájön arra, hogy a vitorlázás az nem csak mókatánc és kaszagás, ott azért nagyon kemény erők és hát odafigyelés, meg felelősségtudat is fontos, hogy egy ilyen helyzetben megfelelően ez egyáltalán teljesíteni tudja bárki ezt a futamot. Délelőtti órákban a rajt környékén mire kell figyelni a mostani időjárás előrejelzések alapján? Mi lesz a legnagyobb nehézség, amivel a legénység szembesül? Ha most ez a szél marad 9-ig, akkor talán nagyon-nagyon-nagyon nagy dráma nem lesz. Ha nagyon erős szél van, és sok száz hajó próbál jó pozícióban elindulni, akkor azért veszély van, akkor egymást veszélyeztetik a hajók. Hétvégén volt egy ilyen kis házi verseny, ott 15-20 hajó közül kettőnek sikerült rommá törnie egymást, tehát elképzelhetjük, hogy amikor több száz hajó van, elvileg 600 fölötti nevezés volt, hogy hányan riadtak meg a vihartól, azt nem tudom, de hát ilyen mennyiségű hajónál azért ez fokozottan fennáll ez a veszély. Egy kék szalagon a rajtnak akkora jelentősége, mint egy kis pályaversenyen, ahol egy órán belül teljesítik a távot, nincsen. Mondjuk a nagyon gyors hajók azok még a világosban célba fognak érni, az ilyen kisebb hajók, mint az enyém, azok éjszaka vagy holnap hajnalban. Tehát most az, hogy a rajtnál 2 vagy 3 perc különbséggel rajtol el valaki, az még semmit nem dönt el. Ha ilyen szél volna, mint ami most van, és nincs hullám, az nekünk nagyon kedvező, akkor a nagyobb hajók nehezebben mozdulnak meg. Hát de hát most, hogy mi a kedvező, meg hogy mi lesz itt az elkövetkezendő 24 órában, az tényleg csak a jó Isten tudja. A kék szalag rajt helyszínénél vagyunk a Balatonfüredi kikötőben. Talán mögöttem látszik a leginkább az, amivel a versenyzők szembesültek, a rajtot megelőző éjszaka, hiszen akkor is próbálgatták a hajókat, akkor érkezett egy igen erős vihar, amit a Balatonparti sétányt az nagyon keményen lepusztította, most építik újjá, és a hajókban is igen komoly kárt. Talán ennek tudható az be, hogy mindössze csak 481 versenyző indult. A kék szalag a Balaton és a vitorlázás legkiemelkedőbb ünnepe. Ezért sokan látogattak a kikötőhöz, vagy szálltak hajóra, hogy megtekinthessék a rajtot. A helyezkedés jóval a startpisztoly eldördülése előtt elkezdődött. Közel 500 vitorlás cirkált a vizeken, hogy minél kedvező pozícióból indulhassanak, és minél kevesebb időveszteséggel kerüljenek ki a rajt utáni procedúrából. A 48. kék szalagon 24 hajóosztály versengett, a legnagyobb küzdelmek a kisebb kategóriákban voltak,
de az abszolút viadal, azaz a nagy hajók futama is izgalmasnak bizonyult. A kikötői madarak azt híresztelték, hogy két legénység pályázhat a győzelemre. Az egyik csapatot a magyar vitorlázás egyik legkiemelkedőbb alakja, Litkei Farkas kormányozta, aki korábban 11-szer nyerte meg a kék szalagot. 2001 és 9 között zsinórban 9-szer intették le az első helyen. A másik gárdát, a 50-50-t pedig Józsa Márton vezette, aki kétszeres kék szalaggyőztes, és ő tartja Európa legnagyobb tókerülő versenyének abszolút rekordját. 2014-ben alig több mint 7 óra alatt sikerült körbehajóznia a Balatont. A 2016-os tartolás kifejezetten nehéznek bizonyult, hiszen nem sokkal a rajt után megállt a szél. Emiatt gyorsan kellett taktikát váltaniuk a csapatoknak. A Lini fedélzeti kameráján a legszembetűnőbb, hogy az apró áramlatok megtalálásával hatalmas előnyt lehet kovácsolni. A legénységek közül mindenki azt mondta, hogy egyáltalán nem tapasztaltak szelet, miközben más lehetett érezni a part. Hát ilyen a Balaton. És egyébként az is megkülönbözteti sok minden mástól, hogy a parton esetleg orkánszerű szél van, és mégis vannak olyan lyukak benn a víz, ugye a rajtvonal környékén, ahol nincs szél, de ez más is hozzájárul azért. Ugye el kell képzelni egy több kilométer hosszú rajtvonalat, aminek az északi oldalán indultak idén, régebben a víz közepén, tehát a déli oldalon volt egy szektor kijelölve, most azért, hogy látványos legyen a rajt, a gyorshajók, a katamaránok, a nagy egytestők, az úgynevezett liberák, tehát ezek a rohanó gépek, ezek a part közelén indultak azért, hogy a partról a verseny rajtját kísérjük, ez a leglátványosabb része természetesen a kékszalagnak, azok ezt az élményt megélhessék. De hát éppen ezért, miután északi szél volt, a part felől fújt a szél, ezek a nagy hajók a nagy vitorláikkal teljesen betakarták az alattuk lévő mezőnyt, és tényleg, mint a szappanos doboz himbálóztak fölöttük a hajók, pontosabban alattuk a hajók, mert ugye szél alatt volt az összes többi hajó, és a rajtnál nekünk például az volt az izgalmas, hogy sokan reffelt vitorlával, tehát behúzott vitorlával, kisebbre vett vitorlával mentek ki, mert tényleg viharos szél volt, és féltek, hogy a rajtnál valami gond lesz. Mi meg gyorsan ki tudtunk húzni egy könnyű szélvitorlát, és teljes vitorlázattal indultunk el. Ezért, amikor a mezőn nagyon megállt, akkor elkezdtünk menni az északi part felé, és volt egy olyan pillanat, amikor gyakorlatilag középen szinte semmi szél nem volt, és mi a part mentén az északi oldalon az egész mezőny mellett tudtunk haladni. Hát azt nem mondom, hogy megelőzve a teljes mezőnyt, mert akkor már csak látótávolságnyira voltak ezek a gyors hajók, akiknek a nyomát még láttuk, de azért nagyon messze voltak már tőlünk. Ha 2024-ben Magyarország rendezheti a nyári olimpiai játékokat, akkor a Balaton ad majd otthont a vitorlás versenyszámoknak. Talán ez volt az egyik oka annak, hogy a szervezők 150%-os erőbedobással látták el a feladatukat. Nem csak a verseny sportszerű és biztonságos feltételeiről gondoskodtak, hanem az érdeklődők számára is igyekeztek minél követhetőbbé varázsolni a futamot. Vizes bemutatókkal és a kékszalag mezőnyét követő telefonos applikációval. A vízirendészettel és a vízimentők magyarországi szakszolgálatával a Vitorlás Szövetség, Magyar Vitorlás Szövetség közösen biztosítja a versenyzőket, körülbelül 50-60 motoros van jelenleg is vízen. Boldorról a Genfitavi tókerülő verseny szervezői csapata itt van, nekik mi biztosítottunk egy hajót, ezzel versenyeznek a fiatalok, és remélem, hogy jól állnak és öregbítik a kékszallag hírnevét. Tavaly ugye a 47. kékszallagon svájci győzelem született, én biztos vagyok benne, hogy most egy hazai hajó visszahódítja a kékszallagot, hiszen a katamaránok közül csak magyar egységek indultak, úgy volt, hogy egy német világbajnok érkezik, de sajnos egy baleset miatt nem érkezett meg a verseny előtt két nappal, ahogy vártuk. Az sem mellékes, hogy ezeket a katamaránokat, hogyha jól emlékszem, akkor magyarok építették. Igen, van közöttük, azt gondolom, hogy a 50-50-re gondolsz, van egy különleges tervezésű és építésű hajó a mezőnyben, egy 50 lábas kétárbócos katamarán, aminek a testvére egyébként tegnap előtt elkészült, és a tegnap éjszakai vihar sajnos fölborította és megrongálta a hajógyári kikötőben. Palos Dini építő, tervező műhelyében készült ez a hajó, amelyik most is a rekordot tartja 7 óra 13 perc 57 másodperccel, ami fantasztikus teljesítmény, ha belegondolunk abba, hogy 155 km-t kell
kell légvonalba vitorlázni, tehát ennél biztosan lényegesen több a megtett táv. Ez óriási koncentrációt és fegyelmet igényel a csapatoktól. A csapat és a hajó egysége az megmaradjon, és egyben legyen az eszköz, egyben legyen a csapat, akkor van esélye bárkinek is nyerni, hogyha a technikát is tudja uralni, illetve az erős szeles vitorlázást pedig a csapat több órán keresztül bírja. A start mellett a fordulók a leglátványosabbak a kék szalagon. A versenyen 4 bója van, amit meg kell kerülniük a résztvevőknek. A Lini fedélzeti kameráján a siófoki irányváltást láthatjuk belülről. Nagyon komoly tömeggel érkeztünk, nagyon sok hajóval érkeztünk egyszerre. Teljesen tiszta és nyugodt forduló volt. Ilyenkor azért szerencsére alapvetően is a mostani versenyt sokan lemondták, a 600 indulóból közel 100-an végül is nem indultak el, és azt gondolom, hogy alapvetően olyanok, akiknek a gyakorlatuk, a tapasztalatuk okán, hát inkább volt félnivalójuk ettől a széltől, nem mint hogyha azért nem kell mindenkinek tisztelni az ilyen időjárás, de én azt tapasztaltam idén az összes bójavételnél, sőt a rajtnál is, hogy semmiféle se ütközést nem láttam, se olyat, amikor kiabáltak volna egymással a hajósok, szóval mindenki tiszteletben tartott a hajózási szabályokat, a versenyszabályokat, és sima bójavétel volt mindenütt. De ez tényleg izgalmas, mert ott egymás egyén hátán hemsegnek a hajók, mint a hantyaboly. Hol lefelni kellett a nagy vitorlát, hol elkezdett elmenni a szél, és akkor könnyebb vitorlát kellett felrakni. Szóval ott dolgozni kellett rendesen, hogy az optimális sebességet a hajót tudja tartani. Azt érdemes tudni, hogy ezeknek a hajóknak van egy elméleti maximális sebességük, amit hogyha az ember nagyon ügyes, akkor egy picivel meg tud haladni, mondjuk akár egy csomóval is, ami azért több mint 10%-os többlet a hajó elméleti maximális sebességéhez képest. De mindig meg kell találni a nagyon erős szélben is, mert azt gondolná az ember, hogy nagyon erős szél, akkor sokkal gyorsabban megy. Nem tud az elméleti sebességénél jelentősen jobban menni, viszont jobban meg tud dőlni a hajó, ami azt jelenti, hogy inkább fékezi már a nagyon erős szél a hajó. Tehát mindig meg kell találni azt az optimális vitorla méretet, amivel ki lehet a maximumot hajózni. A szárazföldön a Tihanyi Rév a legjobb helyszín ahhoz, hogy közelről lehessen látni a versenyt. Vittinkov Tamásék 4,5 órával a rajt után értek a szoroshoz. A légi felvételeken jól látszik, hogy körülöttük nagyon szoros a mezőny, és nüanszokon múlik, hogy melyik vitorlás tud jobban haladni. A Tihanyi Révnél az állandó versengés mellett az volt a legfőbb kihívás, hogy melyik legénység tudja kisebb lendületveszteséggel elkerülni a nyári csúcsidőszakban rendkívül sűrűn közlekedő kompokat. Nem csak a hajókat kell látni, azt akinek elsőbséget kell adni, hanem azt is a vízen látni kell, hogy hol érdemes menni, hol van olyan szél, amivel a legjobban lehet kihajózni a hajónak a lehetőségeit. És hát a komnál figyelni kell, mert ráadásul nem csak egy irányból, hanem mint a cipzár két irányból jönnek, de hát kiszámítható a sebességük, és hát lehetőség szerint úgy kell haladni, hogy ne kelljen leesni az optimális szélről, mert ott akkor az ember 10 vagy akár 100 métereket is veszíthet. Nekünk ez idén sikerült, eddig mindig sikerült egyébként. Tavaly kifejezetten fesztivál hangulat uralkodott a kék szalagon. A szélcsend miatt könnyed tempózással is körbe lehetett úszni a versenyző hajókat. 2015-ben Budaörs polgármesterének csapata 43 óra alatt teljesítette a távot. Idén a változékony időjárásnak köszönhetően kifejezetten eseménydús futamot követhettünk végig. A Lini legénységének nem volt sok ideje a lazításra. Ezeken a képeken az erős dőlés által okozott károk elhárítását látjuk. Ez egy rohanás volt, egy rohanó verseny volt. Igazából persze ez is egy kicsit így leegyszerűsítve hangzik, mert ahogy átmentünk a csövön, egyszer csak megint eltűnt a szél. Tehát egyik pillanatról a másikra szinte semmilyen szél nem volt, akkor megint a nagy vitorlát maximumra, könnyű szél orvitorlát, és megpróbálni megtalálni, hogy lehet ott előnyre szert tenni. Egyébként a mi hajónk az egy pici hajó, és ezért aztán könnyen megmozdítható könnyű szélvitorlával. Tehát nekünk az, hogyha viszonylag kisebb szél van, az szinte a relatív helyzetünket mindig javítja. Tehát attól, hogy voltak ilyen szakaszok, attól a mi befutónk jó lett, és ezért lett aránylag nagyon jó az eredményünk abszolút összesítettben, amikor a hajók közötti különbséget korrigálják egy bizonyos viszonyszámmal. Tihanyi Rév után eltűnt a szél, aztán egyre jobban erősödött, Badacsonynál már kő keményen fújt, de
de olyan szél fújt, hogy még a hullámok nem akadályozták a hajót, viszont azt már láttuk, hogy visszafele nagyon nehéz lesz, különösen a Szigligeti medence, ott brutálisan erős szél fújt, és ott, amikor szembe is kapjuk a hullámokat, akkor ugye folyamatosan pattog rajta a hajó, ömlik be a víz, szembe fúj a szél, szóval minden mi szemszájnak ingere, akkor ott összejön, és hát persze nagyon kell figyelni a szembe jövő hajókra is. Azt akkor már éreztük, hogy valami idén nagyon jól alakul, mert olyan még soha nem volt, hogy a Tihanyi cső és Keszthely között körülbelül félúton találkozunk a győztes hajóval. Ott jött Litkei Jég hajója szembe, ugye ez egy katamarán, és hozzáteszem, nem az övék volt a leggyorsabb katamarán, mert a 50-50 volt a titkos esélyes, és hát Litkei 12-szer nyerte idén meg a kék szalagot, megmutatta, hogy ő a katamaránban is otthon van, először sikerült katamaránnal eredményt elérni, nem is akármilyet. Szóval izgalmas volt ez a verseny, de azért pont a Szigligeti medence volt az, amikor már Keszthelyről jöttünk visszafele, amikor azt mondtam, hogy fú, most már nagyon jó lenne a célban lenni. Nagyjából 7 óra telt el a 48. kékszalag vitorlás nagydíj rajtja óta. A mostani versenyt abszolút a hektikus időjárás jellemzi. Egészen délutánig nagyon jól tudtak haladni a versenyzők, hiszen nagyon intenzív szél fújt a Balaton felett. Délután ez egy kicsit megváltozott, a szél az eltűnt, a helyét átvette az eső. Ott Balaton folyót környékén van a legnagyobb csoportosulás a vízfüggöny kellős közepén. Azok, akik korábban leszakadtak, kezdik utolérni a mezőn, és most kezd igazán izgalmassá válni a verseny úgy, hogy gyakorlatilag az erős szél megszűnt, most már inkább a rutinnak van fontosabb szerepe a versengés folyamán, hiszen azokat az apró áramlatokat kell megtalálni a Balatonon, ami segíti a versenyzőket a haladásban, de most minden jel arra mutat, hogy a mezőny egyre szorosabbá válik, úgyhogy egy izgalmas befutónak lehetünk a szemtanúi, és kérdés az, hogy az mikor történik meg, hiszen az időjárás az folyamatosan változik, és a mostani körülmények nem kifejezetten a vitorlázásnak kedveznek. Ezek már a célbeérés pillanatai. Akinek jó szeme van, ha távolban láthatja azt a momentumot, amikor Balatonfürednél Litkei Farkasék katamarányukkal délután 5 óra 34 perckor átlépik a célvonalat, és ezzel megnyerik a 48. kékszalag vitorlás nagy díjat. Mögöttük 6 perccel futott be a verseny favoritjának tartott 50-50. Több órával az első hajó célbeérése után is sokan gyülekeztek a parton, hogy láthassák a célbeérés mozzanatait, ami a legtöbb legénység számára kifejezetten kalandos volt. Most annál a pontnál állunk, ahonnan elindult a 48. kékszalag, és ahol befejeződik a rajt, illetve a cél. Innen kezdték meg az indulók a közel 180 kilométeres versenytávot, és ide is érkeznek a Tihanyi félsziget felől. Nem véletlenül maradtunk estig, hiszen érdemes volt várni egy izgalmas befutóra. Most zajlik a legnagyobb versengés az indulók között, akár 4-5 pozíció is múlhat egy-egy jó, illetve rossz döntésen. A Tihanyi révnél nagyon jó döntést hoztunk, hozzáteszem, ez a jó döntés, ez a társamé volt, Csabáé volt, aki azt mondta, hogy nem menjünk túl közel, mert északi szél van a félszigethez, mert az északi szelet kiszokta takarni a félsziget, azért nagyon magas ott hirtelen a part, hanem menjünk minél jobban délre, ott viszont bólyák határolják le, hogy meddig lehet menni, mert utána nagyon hirtelen csökken a vízmélység, és ott föl szoktak akadni a hajók, de egészen közel a bólyasorhoz mentünk, és valóban ez egy nagyon jó döntés volt, mert azt láttuk, hogy himbálóztak a hajók a félsziget alatt, és mi ott 40 vagy 50 hajó mellett el tudtunk menni. Utána viszont jött a meglepetés, mert amikor átértünk a csövön, így hívják a Tihanyi félszigetnél azt a kis szűk bevezető szakaszt, tehát ami elválasztja a keleti és a nyugati medencét, ott gyakorlatilag Füredből nyíl egyenesen abból az irányból fújt, ahova menni kellett volna. Ez azt jelenti, hogy bár a vitorlások tudnak szélre menni, de így direktben nem, mert ugye szembeszéllel megáll a hajó, csak úgynevezett karajcolással, cikcakban sok-sok fordulóval tudnak menni. Na, itt viszont nem hoztunk jó döntést. Én azt javasoltam, hogy menjünk egészen le a partig, de hát egy tapasztalt hajósra gondoltam érdemes hallgatni, sokat fordultunk, itt egy pici időt elveszítettünk, ráadásul tényleg az volt, hogy hol elment a szél, hol brutálisan erős volt, tehát ott 6-7 olyan fordulót
tettünk, ami szerintem felesleges volt, és ezt másnap aztán meg is beszéltük, hogy valóban egyszerűbb lett volna egészen fölmenni a partig, és egy fordulóval rámenni a célra, akkor még talán egy meglepetés eredmény is születhetett volna, de mi lett volna, ha az nem túl tudományos megközelítése a dolgoknak. Megint csak azt mondom, hogy beértünk a célba, 2-3 hajóval előttünk végzett Tus Miklós, aki egy legenda a balatoni vitorlázásban, sőt, hát az édesapja is az, a nevéhez is kötődik maga a verseny, úgyhogy én azt mondom, hogy ennél rosszabb sose legyen. Negyed 11 előtt pár perccel futott be, abszolút összevetésben a 37. helyen, kategórián belül pedig bronzérmes magnumhajó. A legénységet láthatóan meglepte, hogy mekkora ovációval fogadta őket a közönség az éjszakai órákban. Ez a jelenet mutatja be leginkább, hogy a matrózok legfőképpen saját magukkal küzdenek a versenyzés közben. A kék szalagon mindenki győztesnek érezheti magát, aki a rajtól a célig teljesíteni tudja a futamot. A polgármester egysége a starttól a finishig végig nagyon szoros versenyt futott egyszerre 60-70 hajóval, a Lini Pitinkov Tamással, Molnár Csabával és Géci Tamással a fedélzeten, hajnali 4:43 előtt pár perccel haladt át a célvonalon. A csapat az abszolút összevetésben 59. a kategórián belül pedig 10. lett. Bármennyire is nehéz volt ez a verseny, ez volt az, ahol a koncentrációt a legtovább fent tudtuk tartani, és a végén, hát ezt nem mondom, hogy nem fáradtunk el, mert ilyen 3-kor, mint akiket kiütöttek, elaludtunk, de azért bírtuk végig energiával, fizikumban, úgyhogy minden rendben volt. Ilyenkor nagyon olyan az ember, mint amikor kamaszkorában először egy ilyen nagyon másnapos buli után próbál magához térni, sőt hozzáteszem, hogy furcsa mód, ilyenkor a hajó nagyon stabilnak tűnik, de mondjuk az ember bemegy egy mellékhelységbe, akkor úgy érzi, mintha az imbolyogna, és minden körülötte imbolyog. De hát aztán regenerálódik az ember, ugye pénteken vittük vissza a hajót, szombat délután fele már azért úgy nagyjából tudtam, hogy merre az előre. Partról nézve sokakban felmerül a kérdés, főleg az 50-60 km/h szelet látva, érezve, hogy a legénység folyamatosan a vízzel és a széllel küzd, 155 km a táv. Miért vállal fel az ember egy ilyen tortúrát, legalábbis a partról nézve? A kérdés nagyon jó, mert hogy voltak olyan pillanatok közben, mondjuk a Szigligeti öbölnél, ahol mindig sokkal durvább a szél, ahol tényleg nagyon kell kapaszkodni, hogy az egyensúly megmaradjon, hogy ne dőlje túl magát a hajó, vagy éppen ne lúvoljon föl, hát azt nem tudom, hogy a fellúvolást értik ki a nézők, az amikor kitör a hajó és elkezd egészen más irányba menni, mint amerre a kormány vagy bármi erre, hát hogy mondjam, feljogosítaná, tehát önállósítja magát magyarul. Szerencsére ilyenben nem volt részünk. Egyszer volt olyan meleg szituáció, amikor ezzel szembesülni kellett. Szóval ilyenkor az ember úgy elgondolkodik, hogy normális-e az az ember, aki egyáltalán ilyenkor a víz közelébe megy. De hát a verseny előtt már az ember abban van, önmagában az egész egy próbatétel, hogy végig tudjuk-e csinálni, megfelelően van-e fölkészítve a hajó, van-e bennünk megfelelő kitartás, és utána meg már csak a hatalmas élmény, hogy igen, ez sikerült, hogy nem adtuk föl, hogy sikerült végig kitartani, hogy mindaz, amit közben döntéseket hoztunk, azok jók voltak, vagy nem, elemezgetjük. Szóval ez egy olyan élmény, ami a következő két kék szalagig kitart, és tulajdonképpen tényleg néha egy őrület, egy rohanás és nagyon veszélyes szituációk. Nekünk is volt egy olyan, amikor betört a víz, és hát egy kis sérülést is elszenvedett a hajó, szerencsére csak egy vászonban, ami azért nem olyan költséges, de az sem öröm. Szóval vannak olyan helyzetek, amire nem nagyon lehet felkészülni. Amikor mész a hajóval, és van egy ilyen 30-40 km/h szél, és egyik pillanatról a másikra befúj egy kétszer olyan erős szél, azt kezelni kell, és akkor bizony előadódnak olyan szituációk, hogy a hajó oldala fölött
30-40 centivel tör be a víz, és akkor gyorsan reagálni kell, hogy nagy baj ne legyen. Sokszor esik szó arról, hogy mi az igazi Hungarikum. Tehát szerintem a Balaton önmagában, mint Európa legszebb és legnagyobb tava, egy csodálatos hely, de a legnagyobb tókerülő verseny és a legnagyobb hagyományokkal rendelkező tókerülő verseny az éppen a Kék Szalag, nem véletlen, hogy jönnek azért most már külföldről is, meg hogy közel 600 hajó nevez minden évben, szóval ilyenkor mindenki próbára teszi egy kicsit magát. Az idei év az valóban nem volt könnyű. Hogyha csak a versenyt néztem volna, akkor azt is mondom, hogy nagyon kemény volt, de hogyha az előző napi időjárást, amikor diójnyi jég hullott, majd a versenyt követő két nap özönvizét, hogyha nézem, akkor tulajdonképpen szerencsések voltunk, hogy csak ilyen 50-60 km per órás szél volt végig. Izgalmas volt. Itt küzdeni kell, itt nem szabad feladni, itt észnél kell lenni. Itt rossz indulatot legfeljebb az időjárástól kap az ember, de onnan meg számít rá, és fölkészült rá. Nincsenek emberi intrikák, ezért aztán a lelket nem viseli annyira meg, fizikailag meg lelkileg sokkal inkább épít persze, és hát mindig egy fizikai megerőltetés, egy terhelés, az segít abban, hogy a hétköznapokban lévő stresszt az ember könnyebben feldolgozza.